Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Megalapozott a gyanú, hogy egy uniós tagország belügyeibe történő beavatkozás van folyamatban bizonyos pénzügyi körök részéről. Megalapozott a gyanú, hogy euró milliókkal próbálják meg befolyásolni egy uniós tagállam választási végeredményét törvénytelenül. Teszik mindezt azért, hogy abban az országban is azt a politikát hajtsa végre a kiszemelt jelölt, a kedvezményezett, amit a kampányt finanszírozók megkövetelnek, illetve egyáltalán nem kizárt, hogy ennek a bűnös támogatásnak azért szintén célja, hogy ezek a pénzügyi körök későbbiek során extra profitot szerezzenek a támogatott politikai párttól. Nyilván egy átlag magyar tévénéző, hír felhasználó politika fogyasztó most mindjárt a fejéhez kapna, hogy már megint mit csinál ez a Soros György. A helyzet valahogy egészen máshogy néz ki. A helyzet az, hogy Orbán Viktor és a kegyelméből meggazdagodott körök, azok, akik beavatkoznak egy szomszédos országba, jelesül Szlovéniában, a választási kampányba és az ország belügyeibe. Orbán most azt csinálja Szlovéniában, amivel Sorost vádolja itthon Magyarországon, régi komcsi trükkez, mondaná a miniszterelnök a parlament fajai között. Orbán a magyar adófizetők milliárdjaiból fenntartott habonyféle hazugsággyárat használja fel arra, hogy befolyásolja a szlovén választásokat. Épp mai hír, hogy csak és kizárólag a választási kampányban ez a Habony Árpádhoz, Mészáros Lőrinchez és Endi Vajnához köthető médiakör 3,8 milliárd forint közpénzhez jutott az elmúlt hónapokban. Egyébként természetesen ezzel a rendszerszerű hazai választási csalás egyik főszereplői is lettek egyúttal. De milyen meglepő, hogy pont ez a kör a hírek szerint több 100 millió forintnyi, akár milliárdokat is elérő pénzzel támogatja az egyik szlovén választásokon induló pártot, gyakorlatilag szinte direktbe, hiszen a párt, a hírek szerint a párt tulajdonában álló média vállalkozásokba vásárolta be magát nyilvánosan és tetten érhető módon. Úgy tűnik tehát, hogy a magyarok pénzéből szabálytalanul támogatják ezek a cégek Orbán jelöltjét és annak pártját. És természetesen ki is lehetne más Orbán Viktor számára oly kedves támogatott jelölt, mint egy korrupció miatt már börtönbüntetést töltött politikus, ex-miniszterelnök, aki egyébként a szélső jobboldal eszméjét vallja magának a szlovén mezőnybe. Madarat tolláról, embert barátjáról szokták mondani a közmondásban. Ez a támogatás azonban nem csak földrajzi, hanem a törvényesség határát is átlépte. Külföldi politikai párt kampányát pénzeli, ami nem csak illegális pártfinanszírozásnak számít Szlovéniában is, hanem durván beleavatkozik Szlovénia belügyeibe és az unió alapelveibe is. A hírek szerint egyébként Szlovéniában ügyészségi vizsgálat van az üggyel kapcsolatban, és a parlamenti pártok vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték a botrány kivizsgálására. Mondjuk Orbán Viktortól valójában a támogatói biztos nem várnák ezt a lépést, hiszen konkrétan azt csinálja, amivel itthon Soros Györgyöt vádolja. A Fidesz már Szlovéniában is kiépítette a habonyhálózatot, és a magyaroktól ellopott pénzből akarja elérni, hogy Szlovénia miniszterelnöke egy elítélt, korrupt politikus legyen. Az MSZP párbeszéd szövetség felszólítja Orbán Viktort, hogy azonnal hagyjon fel más szövetséges országok belügyeibe való beavatkozással, az orbáni politika exportjával, mert ahogy mi is kiállunk hazánk szuverenitásának tiszteletben tartása mellett, ezt nekünk is, minden magyarnak be kell tartania szövetséges országainkkal szemben. Az MSZP párbeszéd szövetség ezért képviselői útján a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Külügyi Bizottságra kívánja napi rendre venni ezt a kérdést, és az elkövetkező Nemzetbiztonsági Honvédelmi Rendészeti, illetve Külügyi Bizottsági ülésen konkrétan tájékoztatást kíván kérni a hatóságoktól, a kormánytól és akár a titkosszolgálatoktól, hogy milyen információja van erről a botrányos ügyről, hogyan fordulhat az elő, hogy a magyar közpénzeken hízla a cégek a gyanúk szerint egy másik országban akár bűncselekményt is elkövetve tiltott pártfinanszírozási ügybe keverednek.
ebben szeretnénk tisztán látni, és minden eszközt meg is fogunk, fel is fogunk használni arra, hogy tisztán láthassuk és ezt a folyamatot leállítsuk.